Élő kapcsolás következik, dr. Dobson Szabolcs, gyógyszerész, gyógyszeripari szakértő, mondhatom azt, hogy gyógyszerengedélyezési szakértő, vagy talán gyógyszerkutató is, vagy gyógyszertörténész is. Jó estét kívánok, Dobson úr! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Tiszteletem, jó estét kívánok. Ugye ön létrehozott egy csoportot, elég szakértői neve van a csoportnak, az a neve, hogy koronavírus vakcináció. Nagyon sok tagja van már ennek a csoportnak, körülbelül 40 000, 35 000, 40 000 között. 37 ezer folyamatosan növekszik, folyamatosan változik. És ugye ez egy szakértői csoport, mikor hozta létre egészen pontosan? Ezt 2000. december 22-én, és hát az volt a most már gyakorlatilag több mint 3 hónapos. Értem. És mi a meglátása? Egyáltalán, hogy kiknek hozta létre, szakértőknek, vagy bárki csatlakozhat ehhez a csoporthoz? Ez úgy volt, hogy akkoriban már lehetett tudni, ugye már a pandémiában benne voltunk jócskán, hogy nagy konfliktusok voltak verbálisan az úgynevezett oltásellenesek, pandémiatagadóknak nevezett csoportok és a védekezés hívei között. De én azt figyeltem meg, hogy, és ez mondjuk egy különböző értelmiségi háborúknak a szinte természetes velejárója, hogy a nagybetűs emberért és a megváltásért folyik a küzdelem, mindenki elfeledkezik a kisbetűs emberekről, engem pedig ők érdekelnek, hiszen az derült ki, hogy nagyon sokan már régen túl vannak, hogy bele sem mentek ezekbe a vitákba, hanem van egy alapbetegségük, hogy akár több is, de szívesen oltatnák, kezeltetnék magukat, de nem tudják, hogy az ő állapotukban mit kell tenni. Na most ezek az emberek magukra voltak hagyatva itt nálunk. Ez nem magától értetődő, mert külföldön, nyugati országokban, főleg az angol szászoknál, betegegyesületek, orvostársaságok már az oltási kampány előtt aktív tanácsadást folytattak, és arra gondoltam, hogy kellene egy ilyen. A kollégáimat kérdeztem meg a Facebookon, és egy óra múlva egy 2-3 fős lelkes tömeg állt mögöttem, úgyhogy már sodolt a rendület. Elkezdtem a honlapot, a Facebook oldalt csinálni, és először igazából szakemberek, orvosok, gyógyszerészek csatlakoztak főként, de miután ez egy nyílt csoport, egyre többen mások is. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Na most a honlap az úgy épül föl, a Facebook oldal úgy épül föl, hogy nem csak a Facebook oldal áll rendelkezésre, de mögött van egy honlap. Uh-huh. Azon belül egy menüpont, és a legfontosabb gyakori előforduló dokumentumok, alkalmazási előírások, hatósági állásfoglalások, gyakori kérdések ott megtalálhatók, úgyhogy erre én elég gyakran támaszkodom is. Különben én figyelem az oldalt, most már ugye elég régóta, gyakorlatilag az elejétől, és úgy látom, hogy nem vették még át a hatalmat a vírusszkeptikusok, vagy az oltás ellenesek, vagy akik nem hisznek ebben az egészben, vagy akiket hidegen hagyják a tények. Ez hogyan sikerült elérnie? Hát ezt úgy, hogy tulajdonképpen ez egy hírfolyam, egy kis, hogy mondja, modern értelemben vett hírügynökség. Tehát én posztolok. Ez nem egy fórum. Ez egy nagyon fontos dolog. Már érte ezért is kritika, hogy ez így nem demokratikus, de hát igazából... De bárki hozzászólhat, aki tagja a csoportnak. Abszolút. Hát egy nagyon tág határok között. Tehát erre nagyon vigyázok is, hogy az ellenvélemények is megjelenjenek, a kritikák is megjelenjenek, aki engem lehülyézik, hát hadd csinálja. Szóval az már egy probléma számomra, valakinél azt látom, hogy visszatérően destruktív szándéka jelenik meg. Hogy számokat mondjak, a csoportba jelentkező közül tulajdonképpen 99,80% azt csinál, amit akar. Akikvel nekem problémám volt, az 50-60 ember, akitől meg kellett válnunk. Ez tényleg egy jó arány. Az nagyon jó arány, én ezt tudom. Mondja, honnan szedi az információt, és honnan tudja ön eldönteni, hogy egy cikk, vagy egy tudományos értekezés az valóban tudományos-e? Tehát helye van az ön oldalán? Nagyon jó kérdés. Hát tulajdonképpen én az életemből az elmúlt 20-valány élet a gyógyszeripar számára való dokumentáció írással töltöttem el, ez a gyógyszerengedélyezési dokumentációkat jelent, és hivatalban kellett és pénzért irodalmaznom. És arra gondoltam, hogy ha már ezt csináltam 20-valány évig, hát akkor most ugyanezt kell csinálni. Az emberben kialakul egy rutin,
bizonyos mérlegelés, ismeri a publikációk típusait, ismeri a megbízható forrásokat. Amire én hangsúlyt helyezek itt, az az, hogy mindig megadom azokat a forrásokat, amiket használok. Azért az volt a másik észrevételem, hogy sok vita abból ered, hogy ilyen hitbéli konfliktusok alakulnak ki, ex katedra kijelentések történnek, és én pedig ezt el akartam volna kerülni egyrészt. Másrészt ebben a csoportban az akadémikustól kezdve a rakodó munkásig mindenki benne van, minden szakmát tisztelek, rögtön hozzáteszem. És hogyha valaki például mélyebben szeretne megismerkedni valamilyen forrással, akkor az megteheti. És egyébként én tagja vagyok orvoscsoportnak, és látom, hogy bizony nagyon fontos az, hogy legyenek információk, mert tehát elég szegényesek a forrásaink, sajnos. Nem tudom, hogy készen áll-e arra, hogy a leggyakoribb tévhiteket most, vagy beszéljünk róla, vagy hogyha kell, akkor cáfolja. Mehet? Persze, elkezdem persze. Sorolni, van még körülbelül 7-8 percünk. A legfontosabb, szerintem most a legfontosabb, hogy mit jelent az, hogy védettség? Ugye nagyon sokan, akik megkapják az első oltást, már, hogy mondjam, könnyebbé válnak, mint az oltás előtt. Mikortól leszünk védettek? Mikortól vagyunk védettek? Ez azért jó kérdés, mert a védettség az egy soklétű fogalom. Ugye jelentheti azt is, hogy nem kerülök kórházba, legtragikusabb esetben nem halok meg. Ez egy védettség. De ettől még én például elkaphatom a betegséget könnyebb formában. Az is egy védettség, hogy nem leszek beteg, ettől még hordozó lehetek. És az abszolút védettség az, amikor egyáltalán ugye sterilizáló immunitásom van, tehát a vakcina azt érni el, mint ahogy ezt tudjuk, hogy nem éri el ezekben ez esetben, hogy egyáltalán minden vírus elpusztul a szervezetemben. Na most tehát ez a fogalom, hogy védettség, ez egy statisztikai fogalom. És én azt vettem észre, hogy a csoportban általában a legnagyobb problémát az okoz, hogy az emberek gondolatvilága nem áll rá arra, hogy statisztikai szinten gondolkozom. Mindenki értelemszerűen a saját abszolút védettségét kéri számon. Ezt becsületesen meg kell mondani, hogy ilyen nincsen. Tehát két oltás után is, nagyon minimális eséllyel valaki megbetegedhet. Eleve fontos az, hogy mikor betegszik meg. Hogyha a második oltás utáni első vagy két hétben, az adott esetben még lehet attól, hogy már menet közben valamilyen fertőzést megkapott valamikor valahol, akár ad abszolút például az oltóponton is. Az igazi védettség például a második oltás után 100%-os nagyjából az az arány, aki már nem hal meg, illetve nem kerül intenzív osztályra, nem súlyosabb betegedés, ez úgy nagyjából a második oltás utáni második héttől várható. Tehát ez nagyon fontos információ, hogy a második oltástól számított második héttől lehet azt kijelenteni, hogy az ember legalább annyira védett, hogy intenzív osztályt el tudja kerülni. Ez minden oltásra vonatkozik? Tulajdonképpen igen. Na most a klinikai vizsgálatokat is így tervezik, és a klinikai vizsgálatoknak a statisztikai értékelése is így zajlik, hogy a második oltás utáni első vagy második héttől számítják a megbetegedések arányát az oltottak és a placebo csoportban, úgyhogy igen, gyakorlatilag. Most hozzá kell tenni, hogy az oltások között összehasonlító vizsgálat nincs. Tehát az a kérdés, hogy melyik oltás jobb vagy rosszabb. Pont ezt akartam, hogy önnek van arról most már valamiféle elképzelése, hogy melyik a jobb vagy melyik a kevésbé jobb oltás, de akkor erre nem lehet válaszolni. Szakmailag nem, viszont azt kérdezzük, hogy melyek a legdokumentáltabb oltások, melyek azok, amelyeknél van információ, például a várandóságról, vagy bármilyen más aspektusról, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a nyugati vakcinák, amelyeknek az eredményét szaklapokban olvashatjuk. Tehát ez egy tudományos válasz, ez nem biztos, hogy ez a valóság, hanem tudományosan az egy dokumentáltabb ágazat a vakcináknak. Így van, és ez egy optikai csalódás, ez a másik, amit nagyon sokan nem értenek, akár még szakemberek sem, hogy kifogásolják, hogy nincsenek publikációk, és azt gondolják, hogy ha nincs publikáció, akkor nincs adat sem. Na most a gyógyszerengedélyezés, ez tipikusan egy olyan dolog, amikor nagyon sok gyógyszernél, talán a gyógyszerének a többségénél ilyen-olyan adatok nem kerültek publikálásra. Én ezzel nap mint nap szembesülök a munkám során. Ugyanakkor a hatóságokhoz be vannak adva a dokumentumok, amiket a hatóság használ. Ez egy. Kettő. Abban az esetben, ha én olvasok egy szakcikket, akár a legnívósabb szaklapban is,
Az a szakcikk egy nagyon-nagyon tömör verziója annak a hatalmas klinikai dokumentációnak, amit a hatóság megkap. Tehát én ebben az esetben a gyógyszereknél és a vakcináknál is csak abban tudok megbízni igazán, amit a hatóság mond, hiszen a hatóság az, amelyiknek a teljes dokumentáció rendelkezésére. Emellett ugyanakkor kétségtelen, hogy mind szakmailag, mind lelkileg az a megnyugtató, hogyha az ember lát bizonyos számokat, publikációkat, akkor legalább lehet kérdéseket feltenni. Ugyanakkor az is igaz, hogy ennek van egy fajta társadalmi háttere, tehát nagyon jól kell, hogy működjön az a társadalom, ahol lehet, amelyben ki lehet termelni publikációt, tehát például a mellékhatásgyűjtés, tipikusan ilyen eset. Ha nem tudom megszervezni a mellékhatásgyűjtést, nem feltétlenül nem akarom, de nem tudom megszervezni logisztikailag, akkor nem állnak rendelkezésemre a mellékhatás adatok, hogy például a keleti vakcináknál esetleg ilyen helyzet adódik-e, azt én nem tudom, ez csak a hatóság tudja. Azt gondolom, hogy nagyon nagy a katymaz, a félreértés az antitest tesztek kapcsán. Megállapítható az antitest tesztekkel a védettség? Nem. Nem. Tehát ugye megint arra utalok vissza, hogy milyen védettséget értünk ez alatt. Vajon azt, hogy én nem kerülök kórházba, nem kapom el a betegséget, ez az egyik. A másik, hogy nagyon pontatlanok ezek a tesztek, és legjobb esetben is ezek csak egy időpillanatban adnak egy kvalitatív, tehát minőségi képet arról, hogy van-e antitest termelésen, vagy nincs, vagy mi a helyzet. Ebből semmiféle következtetést nem lehet tenni arra vonatkozóan, hogy az én valós úgynevezett klinikai védettségem milyen. Ez egy nagyon fontos terület, mert megint csak az emberek ezt nem értik. Ez akár hamis biztonságtudatot is adhat, ami bizony kontraproduktív is lehet és veszélyes. Mi a helyzet azokkal a gyógyszerekkel, illetve vitaminokkal, amit nagyon gyakran orvosok is ajánlanak a betegeknek? Most itt mondhatnám az aszpirint, a D-vitamint, a C-vitamint, egy csomó mindent. Szerintem most az ivermektinre ne is térjünk rá, de van a favipiravir, stb. Tehát, hogy mi a helyzet például az aszpirinnal, a kis dózisú aszpirinnal kapcsolatban, ugye ezt összeköthetjük az AstraZeneca vakcinával kialakult vérökpánik, vagy vérök témával kapcsolatban, hogy kell szedni aszpirint, vagy nem kell szedni? Nem kell szedni, ez egy nagyon nagy butaság, semmi értelme nincs emiatt szedni. Természetesen alacsony dózisú. De miért nem? Miért nem? Azért nem, mert ugye egyrészt az AstraZeneca vakcina esetében nincs okozati kapcsolat megállapítva jelenleg a vérőképződéses oltási szövődmények, vagy oltási szövődmény gyanús esetek és a vakcina alkalmazások között. Most nagyon fontos tudni, hogy amikor ilyen úgynevezett mellékhatásokról van szó, akkor ez jelenleg nem mellékhatás, hanem szignál, ami szaknyelven azt jelenti, hogy potenciális esetleges mellékhatás. Na most akkor, amikor még nem tudok semmit, tehát meg lehet tenni azt, hogy preventíve szedek alacsony dózisú acetilszalicilsavat, de ennek egyrészt nincs bizonyított hatása ebben az esetben. Tehát például most mondok valamit, hogyha valaki fogamzásgátlót szed, és nagyon sokan szednek fogamzásgátlót, talán a kedves nézők nem tudják, de a hormonális fogamzásgátlók több mint a 7-szeresére emelik az úgynevezett agyi vénás szinusz trombózisnak a kockázatát. Annak a tehát ott is lehetnek vérőképződési zavarok. Érdekel, a kutya nem szed alacsony dózis acetilszalicilt, nem is tudják az ember. Ma például nekem támadt egy kisebb csapat pszichológus, amikor ezt a témát szóba hoztam, hogy hát vajon ezt tudják-e a nők, és egyáltalán hogy gondolják azt, hogy amikor ők fogamzásgátlót szednek, nem tudván, vagy nem tudom, hogy tudják ezt a kockázatot, akkor miért félnek az oltást. Ez nagyon fontos dolog, mert hát, hogyha valakit ez izgat teljesen jogosan, akkor meg kell beszélni a nőgyógyászával a helyzetet, és bizony vannak olyan csoportok, hogy egyébként akiket nem ajánlott a fogamzásgátlót. Másrészt pedig az acetilszalicilsavnak lehetnek mellékhatásai. Tehát amikor én... De van, amikor az ember, hogy mondjam, azt mondja, hogy jöjjenek azok az enyhébb mellékhatások, mint hogy vérőképződési problémák legyenek. Bocsánat, még egy gyors kérdés, mert itt fél percünk van hátra. D-vitamin, C-vitamin. D-vitamin hasznos lehet, de a COVID betegség elleni hatása nem igazolt. Vannak vizsgálatok, mostanában jöttek olyan vizsgálatok, amelyek azt mutatják, hogy hát ugye a felsőrugóti fertőzések megelőzésében némi hatása lehet,
de ez a Covid a mélemére. Lehet, hogy meg fogják később állapítani, hogy hatásos. Adja a Jóisten. Dobson Szabolcs, nagyon szépen köszönöm. Tehát megtalálják önt és a csoportját a Facebookon. Covid vakcináció csoport, nagyon könnyű megtalálni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra.